Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Most azt fogom megmutatni, hogy hogyan töröljük ki egy emberkének, egy résztvevőnek a képét, ikonját, akár a kamerás képét a Google Meet-ben, hogyha esetleg nem szeretnénk, hogyha a szemünk előtt lenne, valljuk be őszintén, ez gyakran megesik mindenkivel. És akkor látható módon itt vagyok a Chrome böngészőben, és mondjuk kiválasztom ezt, hogy ezt szeretném eltüntetni, akkor is lehetséges ez, hogyha be van kapcsolva az illetőnek a kamerája, és akkor azt kell csinálni, hogy jobb klik, és vizsgálat. Ez a menü egyébként az F12 gombbal is megnyitható, és itt oldalt látni lehet, ami nekem ki van jelölve, egy ilyen lenyitható div class dolog, ami látható módon kijelöli a képet is a Meet-ben. Na most ezt ki kell törölni egy delete-tel. Aztán alatta van még egy div, amire most rányomtam. Azt is ki kell törölni. Ez egy ilyen sima div dolog. És ott van még egy div, amire most klikkeltem rá. Azt is ugyanúgy ki kell törölni. Tehát mind a hármat kitöröltük, és voilà. Most már nincs itt a résztvevő, csak a másik kettő. Viszont itt a személyeknél oldalt, itt viszont még ott van, tehát nem tűnt el a megbeszélésből, csak én egyszerűen nem látom. És hogyha éppen a tanárnak a képét nem bírjuk, ezt vele is meg lehet csinálni, mert a beszédét attól még halljuk, és a prezentációját is látjuk, hogy kitöröljük az ikonját. Amit még fontos megjegyezni itt, hogyha útközben kitöröltem, és mondjuk közben jön egy prezentáció, tehát bejön valakinek a prezentációja, vagy valakinek befejeződik a prezentációja, akkor a műveletet meg kell ismételni, mert akkor már egy új ikonként fogja kezelni az illetőnek a képét. Hát ennyi lett volna mára, köszönöm szépen a megtekintést. Ha tetszett a videó és hasznosnak találtátok, akkor osszátok meg azzal, aki szerintetek még hasznosnak találná. És a következő videóban találkozunk. Sabato Domenica.